Jó napot kívánok! Sztereotípia rombolás következik. Avagy 2007 művésze nem egy penészes szuterénben tengődik, senki által meg nem értett műveket pingálva. Mai beszélgető partnerem Koronci Endre képzőművész. Koronci Endre szereti, ha mindenki pontosan érti a műveit. Egy-egy képét kísérő szöveg vagy videó a mű szerves részét képezi. Paradigmaváltás vagy csak új idők? Ki tudja. Ez az Abszolút, a Magyar Televízió kulturális portréműsora. Nem mondod, hogy tényleg palacsintát sütsz. De. Ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Úgy rámijesztettél, hogy pont ez most mindjárt el is szakadt. Azt kell hozzá, hogy legyen miből torkoskodni, miért kész az összes. Meg van, aki külön ezeket szereti. Ezeket szoktam én megenni. És ezt a kuktáskodást a lányod kedvéért fejlesztetted ki? Igen, és ez kizárólag a palacsintára szorítkozik. Nagyon más nem is tudok csinálni. De az embernek kislánya születik, és imádja a palacsintát, akkor előbb-utóbb ez elkerülhetetlenné válik. Egyébként te hogy keveredtél művészi pályára? Vagy ez keveredés volt egyáltalán, vagy tudatos készülés? Én viszonylag keveset keveregtem előtte, tehát ez olyan valahogy így akart alakulni. Talán lehet, hogy rajtam, vagy tőlem függetlenül is. Ez így alakult, ádász küzdelmet folytattam már azért, hogy legyen egy olyan hely, ahol tudok dolgozni, hát nyilván kell egy mosókonyha, vagy kell egy pince, vagy egy akármi, és akkor volt egy állati ízmi helyem. Hát igen, egy ilyen borzalmas hely volt, egy ilyen szükséglakás volt előtte, hát én el nem tudtam képzelni, hogy egy családot hogy lakott azelőtt. Ez egy ilyen borzasztó föld alatti hely volt, ami az utcának a csatorna szintje alatt volt. Volt nekem egy kis WC ott a izé mellett, ahova, hogyha nagy esőzés volt, akkor a WC-ből jött föl az... Igen. Igen. A szennyvíz. Igen. És akkor ez itt rendre elöntötte az én kis műtermemet. És hát akkoriban én ilyen igazán ortodox festészeti technikákat akartam használni. Ez a kazein tempera, meg tojás tempera, meg ilyesmi volt. Ami hát ugye csupa szerves anyaggal dolgozik, tojással, meg túróval, meg ilyesmikkel, hát ezek rendre úgy berohadtak nekem ott ezeken a vizes napokon, hogy rettentő gusztustalan volt. Abból mi lesz? Abból még egy ilyen kis nagymama lepény. Hát ez még pont egy... Melyik a kedvenc palacsintra? Én a lekvárosat szeretem, és abból is kizárólag ezeket a szintetikus lekvárokat. Nem élhetek ízfokozó nélkül. Igen, igen. Tehát az igazi nagymama lekvárja az nem jó palacsintába szerintem. Ez aztán a modern koncepció. Az másra jó. Hát átlagemberként mi nem nagyon találkozunk szintetikus ételekkel. Szintetikus ételként inkább mondjuk kórházakban, beteg emberek táplálásánál találkozhatunk különböző egyes tápanyagokból összerakott, tehát fehérjéből vagy aminosavakból, zsírsavakból, különböző szénhidrátokból összerakott táplálékokkal. Inkább adalékanyagokkal dúsított ételekről beszéltünk a normál ember táplálkozásában. Hogy a megfelelő színt, illatot, ízt, konzisztenciát, tehát halmazállapotot elérjék, hogy megvédjék a mikrobiológiai károsodástól, tehát attól, hogy különböző gombák, baktériumok elszaporodjanak benne, mivel ezek akár rákkeltő anyagokat is termelhetnek, ami földúsulat az élelmiszerben, vagy betegségeket okozhatnának, vagy megváltoztatnák szintén a színét, ízét, a halmazállapotát. Megelőzhetnek bizonyos károsodásokat, egészségkárosító hatásokat, és nem ártalmasak, hogyha viszonylag alacsony mennyiségben fogyasztjuk ezeket. Mit képes túlélni az ember? Mekkora zuhanást, hány percet levegő nélkül, mennyit alvás nélkül. És milyen mennyiségű szintetikus anyag bevitelt. És milyen mennyiségű szintetikus kaját lehet bevinni, illetve az ízfokozók mennyiben befolyásolják a művészi koncepciókat, a kitartást, illetve a fantáziát. Igen. Esküszöm, bajnok vagy.
Tök komolyan mondom. Én ugyanis palacsintakritikus vagyok. Palacsintakritikus? Nemzetközi hír. Tényleg a kritikusokat azokat csipázod, vagy figyelsz rájuk egyáltalán? Nincs nagyon élő képzőművészeti kritika Magyarországon. Az a legnagyobb baja most itt ennek a képzőművészeti szcénának, hogy olyan tét nélküli az egész. Aha. Az ember rosszat csinál, jót csinál, igazából nincs lényeges különbség a kettő között. Persze van, szakmailag van, csak következményeiben tulajdonképpen az egész olyan kicsit kispályás. Téged nem is befolyásol? Az eladhatóság? Az eladhatóság az nem befolyásol, mert hogy ennek olyan kicsi az esélye, vagy annyira kicsi a realitása most itt a mi viszonyaink között, hogy ez nem befolyásol, de én ezen nem szoktam nyafogni, mert ez szerintem jó. Tehát ennek legalább annyi pozitív hatása van, mint negatív. Hát az, hogy egy hihetetlen szabadságot ad a dolog. De ez te vagy. Nem zavar? Hogy én vagyok? Aha. Nem, én csináltattam. Hát azt értem, de hogy így ketten vagytok mindig itthon, és magadat látod, az milyen érzés? Hát én ritkán szoktam megijedni tőle, de vendégek azért azok inkább. Igen, én is többször ugrattam. Szoktam madárijesztőnek, illetve betörőijesztőnek is használni. Amikor elutazunk, akkor úgy állítom itt a szobába, hogyha valaki bekukucskál az ablakon, akkor azt higgye, hogy itthon vagyok. Hát videókhoz kellett, igen, forgatáshoz, mert korábban, amikor fotókat csináltam, ott azért a Photoshopba utána össze lehetett rakni, hogy több legyek magamból, de ez a videón azért nehezebben volt megoldható, úgyhogy ez így egyszerűbbnek tűnt, hogyha van valóban kettő belőlem. És egyébként ez a sárga, fekete-sárga? Ez a te színed? Fekete-sárga, igen. Ez egy projekt miatt alakult így. Ja, hogy a színei is a projektnek. Na, akkor azt mesélj, de mikor jött be először a fekete-piros? Vagy mi fekete-sárga? Hogy is kezdődött, arra már pontosan nem emlékszem, de miatt a projekt miatt találódott ki, ami egyébként a Bianco nevet kapta, de nem azért, mert nem tudtam, hogy az nem sárgát jelent. Ez egy jó 10 éve tart már ez a dolog, és a projektnek lett kiszemelve ez a két szín, a sárga és a fekete. És akkor ebből lett ez, úgyhogy azóta én is igyekszem mindig ebben a két színben mutatkozni. De miért? Megszeretted vagy az állandóságnak, hogy állandó színeid vannak? Hát az állandóság is fontos, illetve hát az, hogy ez a karakter, ez mindig látszik, illetve mindig ez mutatkozik meg tulajdonképpen ebben is. Ez az egyik része volt csak annak, ami ez a projekt volt. Ezzel a Bianco projekttel nekem még tulajdonképpen két nagy vágyam volt, vagy ez volt az egésznek a hívó gondolata. Egyrészt az, amivel nagyon sokan próbálkoznak különböző módszerekkel, hogy újabb közönségeket hódítsunk meg ugye ennek az egész képzőművészet terjesztésének, tehát hogy tágítsuk azt a kört, akikhez tudunk beszélni. A másik nagyon fontos dolog meg az volt, hogy szerettem volna ezt az egész művész szerepet, ezt a művész képet újra definiálni. Volt bennem egy ellenállhatatlan vágy azzal kapcsolatban, hogy próbáljuk lehántani a műről, vagy a mű szemlélése közbe keletkező ilyen előítéleteket, és próbáljunk műveket, vagy művészeti gondolatokat gyanútlan közönséggel úgy közölni, hogy közben nem állítjuk róla azt, hogy most ők művet fogadnak be, hogy műalkotással állnak szemben, hanem csak egyszerűen próbáljuk ezt mondani, és próbáljuk ennek a befogadását ettől a művészetet ilyen mázzal bebulkoló, ilyen védő valamitől függetleníteni, hogy úgy csak úgy priméren találkozzanak a befogadók, az ideális befogadók azzal a bizonyos gondolattal. Szoktál időzni galériákban, amikor nem kiállítasz, vagy valami barátod, ismerősöd műveit akarod megnézni? Imádom a kiállított tereket, és imádok például segíteni és barátoknak kiállítást rendezni, de hát az ember azért legnagyobb szeretettel a saját kiállításait rendezi. Igen. Ez egy nagy élvezet. Szeretek fényképezkedni veled. Igen. Velünk. Veled kétszer. Így. És hogy dolgoz egyébként? Mindig nálad van egy kamera? Tehát van ilyen, hogy megszáll a múzsa, és akkor látsz valami olyan képet, amit azonnal rögzítened kell? Hát a múzsáról nem tudok, de kamera az mindig van nálam. Igen, ez egy ilyen függőségszerű dolog. Egy fényképezőgép, meg egy kis videókamera. Igen, mert észrevettem, mi helyt elindítottuk a kameráinkat, te is azonnal a tiéden. Igen, hát az jó, ha forog egy kamera. És ezeket mindig meg is nézed? Hát a videókat kevésbé, de a képekből rengeteg van, amiket egyébként használ is az ember. Tehát ez nem,
persze elsősorban mánia, meg a fényképezésnek az öröme van ebbe benne, de szokott ebből felhasználódni azért bőven. És időrendben pedig a basic következett, igaz? Hogyha nagyon pragmatikus akarok lenni. Voltak közben állomások persze, de tulajdonképpen a basic volt egy következő, azt gondolom, hogy elég fontos állomás. Ott egy ilyen magánéleti fordulópont vált a műtárgy témájává, de érdekes módon annál, pont ezáltal a személyesség által, és ezáltal a nagyon, nagyon közvetlen és nagyon provokatívan őszinte formája miatt tulajdonképpen érdekes módon sokkal jobban megvalósult ez a vágy, mint a Bianconál. Uh-huh. Ez egy hosszú, majdnem egy évig tartó folyamat volt, ami alatt gyakorlatilag mi szerveztünk. Szerveztük annak az egy képnek, annak az egy expozíciónak a körülményeit. Akkor is így alkonyatkor kattintottátok a gépet? Hát a kattintást a szalkonyatra próbáltuk időzíteni, de ez azt jelentette, hogy már délelőtt óta itt voltunk és sertepert éltünk. Miért ezt a helyszínt választottad? Ez véletlen volt? Vagy te ezt már sokkal előtte tudtad? A benzinkút az szándékos volt, tehát mindenképpen egy ilyen látványosan telepített benzinkutat szerettem volna, és aztán választottam, hát most nézd körül, nézd meg, szerintem múlt században kolostorokat telepítettek ilyen helyekre. Mondhatjuk úgy, hogy egészséges művészi perverzióval vonzodsz az ilyen útszéli megállókhoz, vagy benzinkutakhoz? Hát vonzódok az úton levéshez is, meg ezekhez az oázisokhoz, amik egy utólevés közben azt a bizonyos kis pihenőt tudják jelenteni. Én imádom az ilyen helyeket. Én a városból is sokszor kiszoktam jönni csak egy picit kávézni a benzinkútnál. Tényleg? Ez remek élmény szerintem. Az utazás illúziója? Mintha utazná egy kicsit, igen. A délelőttből a délutánba vagy. De ez mondjuk ez jó, tehát ez egy elég hedonista hozzáállás. Tehát úgy idézem fel az utazást, hogy annak a legkellemesebb pillanatát, a megpihenést. Mondhatjuk így. Volt valami személyes tanulnivalód a te múltadról? Hihetetlen tanulságos volt ez a dolog. Sőt, hát azóta, amikor ezzel foglalkozó szakembereknek beszéltem erről a dologról, mindenki ezt úgy fogalmazta meg, mint egy ilyen önterápikus projekt volt. Tehát tulajdonképpen ez ennek az egész élethelyzetnek a feldolgozását szolgáló folyamat volt. Nevezhetjük úgy is, hogy ez itt a saját félelmeink erdeje, de úgy is, hogy az abstrakció különleges világa? Jakob Dahlgren, svéd képzőművésznek a művében állunk benne. Én imádom így megélni a művészetet. Most eszembe jutott ezekről a szalagokról, amik teljesen hipnotizálnak engem, hogy neked volt valami hipnózis, és az mihez kellett? Ez már egy basic utáni következő műnek volt az egyik része, ahol azt a kérdést tettem föl, uh-huh. hogy lehetőség van-e arra, hogy találkozzunk a saját belső ellenségeinkkel. Uh-huh. Abból a feltevésből indult ez az egész munka, hogy most ugye 21. században élő városi embernek gyakorlatilag az ilyen fizikai ellenségei azok megszűntek. Tehát nincsen már ránk vadászó nagy szőrös maci. Igen. Az időjárással is már úgy, ahogy meg vagyunk barátkozva, tehát nincsenek olyan ellenségeink, amik minket fizikailag fenyegetnének a hétköznapi életünkben. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ezzel szemben mi magunkban kitermeltük azt a bizonyos belső ellenséget, ami ellen nekünk folyamatos hétköznapi küzdelmet kell folytatnunk. De ennek a megismerésnek az érdekében volt az elképzelés a munkamódszerrel kapcsolatban, hogy én fölveszem a kapcsolatot egy pszichológussal, és megkérem őt arra, hogy engem hipnotizáljon. Ne egyszer, ne akárhányszor, hanem ez legyen egy olyan folyamat, egy olyan akár hosszú folyamat, aminek a végeredménye, vagy a célja legalábbis legyen az, hogy találkozzunk ezzel a bizonyos ellenséggel. És te találkoztál? És próbáljuk megismerni, és nem találkoztam az ellenséggel.
Viszont voltak egészen különös, más természetű eredményei ennek a munkafolyamatnak. Mint? Mert hogy valami egészen más dologgal találkoztam, egy egészen meglepően más dologgal, amit... De mi? Mivel? Nem biztos, hogy meg tudok fogalmazni, aha, de talán a legpontosabb az lenne, hogyha azt mondanám, hogy pont az ellentétével az ellenségnek. Emelkedik és növekszik, és a szoba közepe felé igyekszik, aztán jön felém, egyre közelebb. De jó, ez nagyon jó érzés. Már itt van egészen közel hozzám, az ölemben, nagyon kedves. Másik nagyon érdekes tapasztalat volt ezzel kapcsolatban maga a hipnózis, mint állapot, vagy az ezzel kapcsolatos élmények. Te könnyen hipnotizálható voltál? Én ezt a kérdést föltettem a hölgynek, akivel ezt a dolgot együtt csináltuk, és nem utána olvastam, mielőtt bementél. Én természetesen próbáltam utána olvasni, bár ez ellen mindig tiltakoznak az ilyen emberek. Tehát nekik valószínűleg a legrosszabb alanya az, aki utána olvas. Amikor az ember úgy érzi, vagy azt gondolja, hogy nem fog menni, tehát hogy nekem ez úgysem fog menni, akkor nagyon gyakran történik meg, hogy nagy meglepetésre létrejön a transz. Tehát, hogy az, hogy létrejön-e a transz, vagy létrejön-e a hipnózis, az nem attól függ tulajdonképpen, hogy most én ezt akarom, vagy nem akarom. Tehát, hogy ez nem befolyásolható ennyire egyértelműen akarat szinten. A hipnózishoz egy olyan módosult tudatállapot, amikor a személyiségnek a gátjai, amelyek általában megvédenek attól, hogy sérülékenyé váljál a külső világban, az emberek között, ezek a gátak feloldódnak, fellazulnak. Ami miatt ez nagyon fontos, az, hogy azok a problémák, amiket a hétköznapi életben vagy ébertudatállapotban nem sikerül megoldani, olyankor, mivel ezek a gátak ellazulnak, felszínre tudnak törni a mélyben lévő olyan üzenetek, amelyek segítenek ahhoz, hogy megold a problémákat. Nagyon fontos tévhiedelem egyébként a hipnózissal kapcsolatban, hogy az emberek attól tartanak, hogy hipnózisban rábírhatóak, vagy elmondanak olyasmit, amit egyébként nem, ez nem így van. A magyar vidéknek egy ilyen jellegzetes képződménye az a szállító és utazó eszköz, amit csettegőknek hívnak. Traktorra hasonlít, meg egy kis autóra. Hát munkagépek, tulajdonképpen ezeket a földeken használják az emberek. Csettegő az a nevük. Te csináltál egy ilyen projektet is, vagy? Én azt gondolom ezekről, hogy ezek a mostani népművészet remekei, hihetetlen kreativitás és fantasztikus elmék és technikai megoldások valósulnak meg ezekben a tárgyakban, hogy akkor ezt a fajta rejtett kreativitást hozzuk felszínre, ezt állítsuk a reflektorfénybe, és rendezzünk ezeknek a csettegőknek, illetve hát az őket alkotó bácsiknak egy szépségversenyt. Sose felejtem el a Gödöllői Egyetem professzorának azt a mondatát, amikor értékelte a díjátadás után ezeket az eszközöket, hogy sokszor olyan technikai módszerek vannak megvalósítva ezeken a gépeken, amik tulajdonképpen nem tenné lehetővé azt, hogy ezek működjenek. Tehát teljesen abszurd dolgok, de hát tényleg fantasztikusak. Ez nem a váltó, az infalő. Ezt az X-ért kell ide tárcsákba lehet mondani, tehát háromszemes fülé. Kézzel kell. Tehát minden változat meg kell állni. Meg kell állni. Nem legyen olyan egyszerű, mert akkor értem. Fantomportré. Ez egy olyan kérdés volt, egy olyan kísérlet volt, hogy az ember meg tudja rajzolni a saját önarcképét úgy, hogy nem ábrázolja saját magát. Meg tudja mások arcában találni azokat az arcokat, amik a saját arcai. És itt persze nem egy arcról beszélünk, tehát nem a hozzám leghasonlóbb embert, nem az alter egómat kerestem, hanem
hanem hozzám a legkülönbözőbb képpen hasonlító embereket próbáltam lencse végre kapni. Körülbelül egy évig játszadoztam ezzel. Több ezer ilyen felvétel készült egyébként, és ez aztán folyamatosan több lépcsőbe kezdett így leválogatódni, és amikor ez a válogatás már egy olyan szintre szűkült, ahol már tényleg azok voltak, amiket én komolyan gondoltam, ezek egymás mögé téve elképesztő módon elkezdtek együtt dolgozni. És valójában jobban megismerted magad? Ismertél rá új dolgokra magaddal kapcsolatban? Mivel hogy ez az egész keresgélés ez külsőségeken alapult, tehát emberekről készített képeken alapult, ezért mondjuk az én rólam készíthető képeket ismertem meg jobban. Tehát ez nem egy belső kutakodás volt, de mondjuk azt, hogy én hogyan mutathatok, hogyan vagyok én esetleg látható kívülről, arról talán igen. De hát ez egy felületes dolog, azért azt gondolom. Felületi. Az NDD-ről szerintem nagyon nehéz beszélni úgy, mint külön egy magánember, illetve a művész, mert szerintem nagyon sok ismerőse számára is, tehát akik őt személyesen ismerik, azok számára is inkább a művészetén keresztül jelenik meg, mivel hogy jó ideje ő a saját munkáinak a főszereplője tulajdonképpen, vagy ha nem is mindig a főszereplője, de egy fontos szereplő. Én le tudom őt választani a művészetéről, de látom azt, hogy miben a művészete, miben az ő tulajdonságainak, vagy gondolkodásának a meghosszabbítása, vagy kiterjesztése, és látom azt is, hogy mi az, amiben meg elfedi azt, amilyen ő valójában. Tehát kicsit ez a bohóc archetípusa, hogy kifelé szeret viccelni azért, hogy ami belül van, azt jobban el tudja rejteni, mert az emberek csak a kezét figyelik, vagy tehát nem arra koncentrálnak, ami valóban ott van, hanem amit látnak. Elég sok mindenben különbözik ettől a képtől, ami az úgynevezett Bianco projektjében megjelenő kép. Jó kedélyű valaki szerintem, de azért úgy megvannak a maga mélypontjai és kételjei, amit pont ezért így nem nagyon fogalmaz meg könnyen mások számára. De szerintem az az érdekes, hogy így a számomra legalábbis, hogy a barátaival hogyan bánik, és neki a barátai szerintem nagyon fontosak. Nem csak azért, kicsit ilyen önzetlen módon, nem csak azért, hogy ő mit kaphat tőlük, hanem hogy ő mit adhat nekik. És talán lehet, hogy ezért is olyan könnyű vele jobba lenni, mert ha be tud kerülni az emberedbe a baráti belső körébe, akkor ő nagyon sok mindent megtesz azért a barátságért. Azon gondolkoztam, hogy ezek elég nagy projektek, amikkel te foglalkozom, meg egy egész évig ezzel foglalkozni, gondolom nem napi 5 perc. Szóval ezt hogyan lehet finanszírozni? Gondolom egy galéria nem mondja azt, hogy itt van egy táska pénz, és egy év múlva hozza egy kiváló projektet nekem. Hát ezeknek a finanszírozása ez mindig egy másik kérdés. Tehát ennek egyrészt mindig van egy tartalmi része, ugye az, ami itt az ember itt szakmailag gondol a dologról, meg ami érdekli ebben az egészben, és aztán mindig van egy másik része a dolognak, hogy ezt hogyan tudja megvalósítani, hogyan tudja ezekhez a feltételeket megteremteni, az legalább akkora kérdés egyébként. Mi most hogy lehet megteremteni a feltételeket? Vannak erre utak, módok Magyarországon? Hát nézd, erre az egyik út és mód az, hogy az ember máshonnan próbál erre forrásokat mozgósítani, és az is a munkamódszernek egy része, ugye, hogy nyilván ezeket a szükséges, megteremtendő dolgokat, ezeket a minimálisra csökkentse, illetve próbálja saját erőből. Jöhet a kreativitás. Ezeket. Jöhet a kreativitás, és jöhet a barkácsművészet, ugye, ami egyik oldalról nézve rettenetesen kínos és kényelmetlen, hogy minden barkács eszközökkel készül. Másik oldalról nézve meg ez lehet még akár egy tartalmi része is a dolognak. Én nem... Nyilván azért gondolom ezt, mert hogy esélyem sincs a másik oldalon lenni, de én azt gondolom, hogy nem feltétlen baj az, hogyha az ember a rendelkezésére álló eszközökkel próbál valamit kitalálni. Mennyire érzed jól magad Magyarországon? Gondolom jársz külföldön is. Jó dolga van most itt a képzőművészeknek? Hú, hát azt nem tudom, hogy jó dolga van-e. Én jól érzem magam, én mindig legalább olyan örömmel jövök haza, mint amilyen örömmel elmegyek.